Üdvözlöm a kedves nézőket, ma is meglepetés vendégem van, hiszen a 7 órás vendége Rubovszky Éva, mondhatnánk azt is, hogy bölcsész, de annál sokkal több. Kezi csókolom, szép jó estét. Kívánok. Itt járt nálunk reggel a Pirkadatba, és nagyon sok izgalmas dologról beszéltünk, a bankról, meg egyebekről, de ez a műsor most szóljon Rubovszky Éváról, jó? Köszönöm. Mi régóta ismerjük egymást, de megpróbáljuk ezt a magázósdit, hogy érezzék a nézők, hogy megadjuk nekik a tiszteletet. Kedves Éva, hogy kezdődött, mikor döntött el, hogy egy megszületett szülei úgy döntöttek, hogy prúveru, sokasodjunk és szaporodjunk, tartsuk be a bibliai utasításokat, és meglátta a világot. Mikor érkezett el ahhoz a ponthoz, hogy érezte, hogy bölcsész lesz magából, amikor először a könyvespolcot magára rántotta? Hát körülbelül így van, de hát ez egy... ezek a teljesítménycentrikus polgárcsaládok, ugye, mert hát ez a polgári létnek talán az alapja a teljesítménycentrikusság, tehát a gyereket arra neveljük, hogy valamit hozzon ki magából. Erre volt az iskola, erre van édesanyám tanítónő volt, tehát el tudja képzelni mindenki, hogy ő komolyan gondolta a gyereknevelést, mi négyen vagyunk, édesapám ügyvéd volt, tehát egy belvárosi család, amelyik úgy döntött, vallásos család, mert ugye nálunk az nagyon fontos volt a vasárnapi misék, és egy hívő család, tehát az élet arra van, hogy kihozzuk magunkból a maximumot, és ez természetes volt. Ez egy adottság. Mivel foglalkozott édesapja? Édesapám ügyvéd volt, és magánügyvéd volt, amíg lehetett, aztán utána ugye ügyvédi munkaközösségben volt, tehát nem volt speciálisan, tehát nem volt büntető jogász, nem ilyesmit nem csinált, általános polgári perekben vett részt többnyire, és jól keresett, tehát egy nagyon jó szituált család voltunk ahhoz, az akkori viszonyokhoz képest. Mert hogy én 1945-ben születtem, a negyedik gyerek. 1945-ben is születtek gyerekek. Igen. Milyen volt a második világháború hatása egy 45-ben született gyerek első éveire? Azt hiszem, hogy talán szerencsésnek mondhatok a családot, mert édesapám úgy gondolta, hogy Budapesten sokkal nehezebb a háborús időszakot átvészelni, és ezért Zamárdiba leköltözött a nyaralóba, ami egy téliesített nagyház volt, és úgy gondolták, hogy könnyebb lesz a második világháborút átvészelni. Nos, a déli parton, mint tudjuk, a Balatonon, Balaton mellett az oroszok álltak, az északi parton a németek. Tehát december 4-én ugye elkezdődött ott a világháború folytatása, tehát a legszörnyűbb háborús körülmények közé kerültünk tulajdonképpen. És ez egy érdekes dolog, mert a polgári lakosságot ki is telepítették a közvetlenül a Balatonpart mellől, és akkor Endrédbe ment át a család. Tehát akkor tényleg kimenekítették. Ma minden nap látjuk a szíriai menekülteknél, hogy hogyan menekítik az embereket. Második világháború pontosan így nézett ki. Tehát azt hiszem, hogyha valaki hajlandó megerőltetni magát, és nem csak a mindennapokra gondolni, hanem a történelemre, akkor látja az ismétlődéseket. Éva. És én ezért születtem Zamárdiban. Lassan elmúlik a második világháború, és új korszakot kezdenek építeni. Új társadalom, új korszak, új világlátás. De az embereket nem lehet lecserélni, mondjuk hiányoznak azok az emberek, akiket meggyilkoltak, hiányoznak természetesen azok is, akiket az első világháborúba veszítettünk el, hiányoznak akik meghaltak a háborúba, hiányoznak azok, akiket meggyilkoltak, az a több százezer zsidó is, aki későbbi életének, a bölcsészetnek tulajdonképpen az építő elemei voltak. Milyen visszaemlékezni ma 2016-ból, mindjárt 17 van, azokra az évekre, amikor mondjuk hagyjuk az általános iskolát, amikor elkezd már önállóan gondolkodni? Ez egy nagyon fontos időszak, mert ugye én azt mondom, amit
ugye a zsidók mondanak, hogy és mondd el fiadnak, és évente azt mondják, hogy el kell mesélni a történelmet. És el kell mesélni, hogy mi volt 1096-ban, Mainzban, és mindent el kell mesélni. És úgy nő föl egy ember, hogy több ezer évet tud magáévá tenni, mert ugye tudja, és ezzel meghosszabbodik az élete. Ezzel nem csak 70 éves, hanem 3-4 ezer éves, ugye? Vagy több ezer éves. Tehát ez egy fontos dolog, hogy a gyerekeknek mindig el kell mondani a történeteket. Tehát nekünk is mindig elmondták a korábbi történeteket. Én is mindig elmondom, hogy mi minden történt. De nekem egy nagyon kedvező helyzetbe kerültem, mert amikor bekerültem a bölcsészkarra, iráni szakra, akkor nekem azok a tanáraim voltak, akik de korábban... De akkor most muszáj, hogy megállítsam. Miért igen. pont iráni szakra? Ja, hát ez úgy volt, hogy a nővérem török szakos lett, és a nővérem első férje, aki aztán az Egyesült Államokba ment ki, őt mondta, hogy van perzsa szak, nem érdekel-e a perzsa szak, és akkor voltam 16 éves, és mondtam, hogy dehogy nem. Tudtam, hogy gyönyörűen írnak, szóval és akkor így lettem. Szóval ez az emberek sokan voltak családi... ezen a szakon annak időn? Nem, ketten voltunk. Egy egész szakot igen, ketten igen. voltak. De hát persze, hát ez, de hogy nem mondok rosszat, vagy degradálót, de higgyék el, hogy az otthon nagyon fontos. Szóval a családi indítatás az meghatározza az ember. De ez nem baj, mert én azt hiszem, hogy ez egy fontos dolog. Tehát a vasárnapi misék is fontosak voltak az élet számára. Nos, és amikor bekerültem, ugye Veresmálnéba érettségiztem, és utána a bölcsészkarra, és ott rabbi tanárok voltak. Ugye Hán István, aki korábban rabbi volt, második világháború után, mint rabbi ugye nem működhetett, és ezért egyetemi tanár lett. Mert ő döntött úgy, hogy nem akar működni, mint rabbi. De nem is nagyon volt lehetősége, azt hiszem. Igen. Szóval, és hát azért el tudjuk képzelni, hogy Dobrovics Aladár, ugye? Hát azért ezek fantasztikus, Telegdi Zsigmond, aki szintén korábban rabbi volt. Tehát ezek között, az emberek között nőttünk föl az orientalisztikában. Azért ez egy, ha belegondolok, akkor ez visszamegy 3-5 ezer évre. Hát igen. Mert Hán István ugye úgy tartotta az előadásokat, hogy... Mindahogy ő olvasta Goldzihertől. Igen, igen, így van. A nagy magyar orientalistáról, aki azt tudják, hogy egy nagy orientalista igen. volt, kevesen tudják, hogy egy magyar igen, zsidó volt. Igen, sajnos, igen, igen, igen. De hát ez fantasztikus volt a Hán István történet, hogy rengeteg évszám, ókori keleti történelmet tanított, tehát az ugye minden évszámtól hemzseg az az időszak, népnevek, népcsoportok, szóval minden adat ugye ott elhangzik. Rajferi is oda járt akkor. Igen, igen, ő évfolyamtársam volt. Mert ő csak ő belőle rabbi lett. Igen, ő rabbi képzőbe járt, és úgy járt át a bölcsészkarra, perzsa szakra, mert őt ez a zsidó-perzsa irodalom érdekelte, és abból is doktorált aztán, és azt vitte tovább. Szóval Hán István tartotta az előadást sziporkázóan, rengeteg adattal, és volt egy ilyen kis cédula kezében, amire időnként ránézett. És hát mindenki nézte, hogy hát egy ekkora papírra ennyi adat, hogy fér el. Nos, vége volt az előadásnak, és professzor otthagyta ezt a kis papírt, amire rá volt írva, Pista egy liter tejet hozzon. Azt egész idő alatt meg kellett, azt tanulni kellett, mert azt nem lehet megtanulni. Azt, hogy az ókori keleti irodalmat vagy történelmet tudom, az csoda. De azt, na, mert a Rebecen, aki korábban ugye Rebecenként igen. volt, megszokta, hogy a rabbi úr tejet hoz. De hogy azt meg kell tanulni, hogy azt nem megy be azért, hogy automatikusan az életbe. Ezek fantasztikus, hogy Harmata János volt ugye az indogermán összehasonlító nyelvtudomány oktatója, hát ezek fantasztikus nagy nevek voltak, és ez egy nagyon nagy korszak volt. Na de hogyha ketten voltak az évfolyamon, igen. akkor mire gondolt, hogy mi lesz majd, ha nagy lesz? Mi lesz, hogyha befejezi az egyetemet? Az igazság az, hogy amikor ilyen szakra kerül az ember, akkor azért azt pontosan tudja, nekem volt egy magyar szakom is mellette, meg jártam be művészettörténetre, mert azért azt az ember tudta, hogy hát azért ez nem biztos, hogy ezzel el fog helyezkedni, és hát nem pedig biztos. A magyar-perzsa barátság az nagyon fontos. Most igen, megint, de akkor sem volt, ugye a perzsa szakot kitüntették Magyarországon, igaz, hogy a bukás előtt két évvel, de azért megkapta a legmagasabb magyar kitüntetést. Tehát azért a perzsa
a kapcsolatok azért fontosak voltak, de aztán nagyon sokáig nem voltak. De ezt én ápoltam közben is, mert én egyébként társadalmi munkában a Nemzetek Háza elnöke vagyok, és a Nemzetek Házának Hazai György volt korábban az elnöke, a turkológus akadémikus, aki sajnos ebben az évben halt meg, és amikor ő kiment Ciprusra, akkor átadta nekem, hogy arra néhány évre, amíg ő kint van, én helyettesítsem, aztán én maradtam az elnök. Ez a Nemzetek Közötti Baráti Társaság Szövetsége. Nagyon jól működött a Magyar-Izraeli Baráti Társaság, amíg a Hidvégi úr volt az elnöke, de sajnos ő is meghalt, és így a Magyar-Izraeli Baráti Társaság, de nagyon sokáig nagyon jól működött. Minden évben Izrael állam megalakulásának évfordulóján nagy események voltak. Azok a baráti társaságok működnek, amik olyan helyről, tehát Vietnám, Kína, akiknek nincsen, vagy nem volt kulturális intézetük Magyarországon. Ha azt mondom, hogy finnugor. Igen. Na, a finnugor is így került, hogy a Nemzetek Házához került a finnugor. 92-ben nem nagyon, azért fontosak az évszámok, nem csak azért, mert Hán megtanította nekünk, hogy az évszám a legfontosabb, de ez egy igazodási pont. Hogy 92-ben a Szovjetunió felbomlik, igen, felbomták, igen, fölássák. Átalakítják. Igen, átalakítják. És akkor az Szovjetunió területén, biztosan mindenki tudja, hogy a Szovjetunióban utazni belül nem lehetett, csak útlevéllel. Tehát a finnugorok azok éltek valamilyen. Ezt a fiatalok nem tudják, gőzük sincsen róla. Tehát nem tudom, hogy mibe voltunk zárva, és nem diszidálni kellett ahhoz, hogy az ember világán menjen, hanem a Szovjetunión belül nem lehetett utazni. Tehát előbb lehetett Budapestről Moszkvába érkezni, mint Leningrádból Moszkvába. Volt, és ezt megkapta ezt az engedélyt, úgyhogy azért az egy... Turistaként nem lehetett. Nem lehetett. Tehát tulajdonképpen, hogyha valaki az akkori Szovjetunió területén élt, és úgy döntött, hogy ő el akar menni Rigába nyaralni, akkor... Azt nem nagyon könnyen, azt nem tette meg könnyen. Az egész, külön útlevél kellett, külön kapott-e útlevelet, nem kapott útlevelet. Tehát ezek a kis finnugor népek külön, ugye egymástól több ezer kilométeres távolságra éldegéltek, és amikor melyek ez azok? A 18, akik a Szovjetunió területén élnek, udmurtok, hantik, mansik, ugye ez a bogolosztják társaság, ők a legközelebbi nyelvrokonai, akkor a marik, erzák, moksák, a mordvinok áll, komik, komipermiákok, tehát ők, akik a Szovjetunió területén a finnek, és az észtek, és a magyarok, a három államalkotó finnugor nyelved beszélő nép, és ők hárman alapították meg ezt a 92-ben ezt a finnugor népek világkongresszusát. Ezt a Jelcin jóvá hagyta, mert azt mondta, hogy öntudatra lehet ébredni magyarul, tehát hogy fontosak a nemzetiségek. Addig ugye nem voltak fontosak, mert a Szovjetunió az egy ilyen nagy olvasztó tégely volt, és nem foglalkozott azzal, hogy ezek a kis népek mások. Tehát akkor mindenki szovjet volt. Mindenki szovjet volt. Nem. Az az érdekes, hogy Sztálin állandóan azt mondta, hogy Oroszország. Ő nem azt mondta, hogy Szovjetunió. Hanem mindig azt mondta, hogy Oroszország fogja megnyerni a II. Világháborút, és az orosz nép fogja megnyerni. Nem azt, hogy a Szovjetunió. Nagyon érdekes. A Szovjetunió az egy valószínű, hogy ez ilyen elérendő cél volt, hogy majd egyformák vagyunk, majd együtt leszünk. Na, kiderült, hogy ez nem működik. És akkor ezek a finnugor népek ugye ezt a világkongresszust megalapították, és ez Komiföldön volt, ez Oroszország területén, és akkor 4 évenként van világkongresszus, utána... Az ott is volt, 96-ban Magyarországon volt, ugye pont a 96 a honfoglalás év volt, akkor 2000... Akkor ennek a rendezésében részt vett személyesen? Igen. Úgy kezdődött, hogy akkor Botka László volt a parlament részéről az elnök, aki igen. Nagyon... Neki köszönhetjük egyébként, hogy ez a Magyar Nemzeti Szervezet létrejött, és hogy ez működőképes lett. Ő nagyon sokat segített. Lehet, hogy belecsöppent a dologba, de nagyon jól csinálta. Vajon Botka miért karolta ezt föl? Tetszett. Ez egy érdekes dolog volt. Hát ugye mi a Magyarországon határainkon túlélő magyarokkal azért foglalkozunk. Most akkor itt van egy felbomló nagy
Na állam. Jó, mondjuk az, hogy az és akkor történeti ott... oka van neki. A történelmi Magyarország lakóival foglalkozunk, igen. És ápoljuk a sebeket, ami akkor ért igen. Minket. Na most itt meg ugye ők őslakosok, a Hantik, Mansik fönn Szibériában őslakosok. Ugye aztán az olaj kitermeléssel mondjuk nincsenek többségben, mert az oroszok oda költöztek, és ott élnek, fantasztikus városokat építenek, csodaszépen néz ki Szibéria. És, de egész biztos, hogy azért érdekelte, hogy ez milyen, amikor kisebbségben él valaki, és hát, hogy magyar kapcsolatok, tulajdonképpen a magyar-orosz diplomáciában ez nem egy hátrányos helyzet, hogy mi foglalkozunk az ott élő kis finnugor népekkel. Ez az oroszok első pillanattól kezdve, mondom, a Jelcin doktrinával ezt jóvá hagyták, hogy ez fontos dolog, hogy a magyarok elkezdenek törődni a nyelvrokonaikkal. És hogy ez egy kapcsolatrendszer. Ez egy jó kapcsolatrendszer. És ez egy ilyen akadémikusi szinten volt, vagy teljesen emberszagú volt? Abszolút emberszagú volt, sőt mondhatnám, hogy politikai tanácskozás, és a parlamentek hozták létre. Tehát az államelnökök alapították ezt a világkongresszust, még Göncz Árpád, és ugye az észt is a finn köztársasági elnök, és ezt a parlamentek hagyták jóvá. Tehát minden világkongresszust végül is a parlamentek szerveznek. Ez a finnugor szakmában orosz részre nem ezt váltott. Akkor még Moszkvában hagyták jóvá, akkor ezek szerint. Persze. Minden Moszkvában hagynak jóvá. Most hagytak jóvá. Most azt hiszem, hogy állítólag ez most egy kicsit eltolódott, mert hogy Putyin szentpétervári. Aha, és akkor most Szentpéterváról fúj a szél. Hát Moszkvából, csak hogy a Szentpéterváról színesíték. Hogy élnek ott Szibériában mi rokonaink? Mert ugye amikor mi magyarok Szibériába jártunk, akkor nem üdülni mentünk, hanem kényszermunkára vittek minket. Hogy élnek ők ott? De nagyon sok tudós volt. Például Reguli Antal, aki a cár megbízásából földrajz térképeket csinált. Ő találkozott először a nyelvrokonainkkal, és ő írta le először őket. Tehát nagyon érdekes, hogy a magyar tudomány, a finnugrisztika, az 200 éve mindig foglalkozott a kis finnugorokkal. Tehát rengeteg utazó volt. Ugye Munkácsi Bernát, aki azért érdekes, mert az első zsidó származású ember, aki a Magyar Tudományos Akadémiának tagja lett. És ő is a Regulinak a kutatásai nyomán indult el oda Szibériába. Ez egy nagyon fontos dolog. És a magyar nyelvnek van egy réteg, ami finnugor nyelvekben de található. Vannak nyelvészek, akik ezt határozottan elutasítják. Nyelvészek nem utasítják el, nincs olyan nyelvész, aki ezt el tudja ezek utasítani. Politikusok? Azok vannak, de nyelvész nem tudja elutasítani. Tehát van a magyar nyelvnek olyan sajátossága, amit semmilyen más nyelvben nem található meg, csak a finnugor nyelvekben. Tehát van egy rétege a magyar nyelvnek, amit nem lehet le, senki nem tudja letagadni. Nem tudja senki helyettesíteni, nem tudja azt mondani, hogy ez török, ez indogermán. Nem, ez finnugoroknál van csak meg. Tehát valamikor mi együtt éltünk, ez a nyelv valahol. Az a baj, hogy magyar nyelv szigetnyelv. De nincsenek a szlávok sem a rokonaink, a germánok sem a rokonaink, pedig ők vesznek körül minket, és mégis itt van ez a nyelv. Hát nem csodálatos? Csodálatos, de akkor mégis miért vannak, akik ezt kétségbe vonják, vagy akár támadják is? Én azt hiszem, hogy ez csak dolgok nem ismeretéből adódik, hogy kevés ismeret. Ha kevés ismeret van, akkor baj van. Kínaiak azt mondják, hogy ez a kör, aminek a belső terében van az, amit tudok. És akkor itt a külső kör, amivel találkozik, ugye az, amit nem tudok. Na most, ha ez a kör kicsi, ugye, akkor kisebb dologról nem tudok. Ha minél nagyobb a kör, annál több dologról tudom, hogy nem tudom. Most, ha kicsi a kör, akkor ugye könnyen mondom azt, hogy hát kérem, ez engem a finnugor, engem nem érdekel, mert nincs. Ilyet nem lehet. Hol tartanak ma a nyelvészeti kutatások, illetve az előbb azt a kifejezést használtam, hogy emberszagú. Hol vannak a barátságok, az átjárások, a kapcsolatok? Ezen a területen nagyon jók. De mondom, hogy aztán belső politikai. A politika mindig próbál szavazókat.
Tehát megpróbálja kiszolgálni azokat, akik majd az ő szavazói lesznek, és akkor azon a nyelven és azon az érzelmi húron próbálnak beszélni. Biztos, hogy van céljuk, biztos, hogy találnak, de nem ezzel kell törődni, mert mindennel mindig nem lehet törődni. Ez a lényeg. Éva, ne ragadjunk le a nyelvészetnél, hisz ön létrehozott valamit, amit még mások nem, megelőzte a korát. Valamikor a valamikori akadémia elnöke azt mondta, hogy tanítani kéne, aminek ön az úttörője volt, például a kulturális menedzsmentet. Létrehozott egy bankba egy, mint kurátor, egy olyan gyűjteményt, ami egyedülálló. Hogyan tovább, hisz hamarosan az év végén nem megy nyugdíjba, mert maga soha nem fog nyugdíjba menni, de ott hagyja a bankot. Én már nyugdíjas vagyok, elég régóta. Ez nem látszik. Igen. De szerencsém volt megint, mert ugye olyan emberek közé kerültem, mint Erkdi Zsigmond Gábor, aki a bank elnöke volt, aki egy nagyon kulturált, nagyon nyitott ember, Farkas István képet ő vette. 1990-ben, hát csak azt képzelje el valaki, nem tudja senki, hogy Farkas István miért fontos, fontos, a egyik legfontosabb. Na akkor beszéljük meg, hogy miért fontos, Farkas István legyünk azért egy kicsit fontos. Tittesek. Igen, jó. Szóval Farkas tudományos István, ismeretterjesztők. Volt egy Zinger és Wolfner könyvkiadó, a leghíresebb könyvkiadó volt a két világháború között. És a Wolfnernek a fia, aki Farkas Istvánként festő lett. Igen, magyarosított és festő lett. És ő kiment Párizsba, és ott élt, és festőnek készült. És amikor váratlanul meghalt a Wolfner úr, akkor vissza kellett jönnie, és a könyvkiadót működtetnie, de azért ő nem hagyott fel a festészettel. De ugye az a tragédia, hogy ő Auschwitzba került, és Auschwitzban tűnt el. Na most ezt a magyar művészettörténet egy egészen más hangú és más, nem absztrakt, de modernebb hangú festőt, és még ezt az életutat is behelyezni a magyar művészetről, de nem volt helye. Szociál, stb. Ezt az embert elfelejtették, és nem foglalkoztak vele. És 90-ben Erdély Zsigmond Gábor megvette ezt a képet, és az első Farkas István kiállítás a Kiszerba galériában, szem 93-94, amikor rájöttek, és az Estnagy Katalin megcsinálta, és felkutatta a képeit, ma 50-60 millióért kelnek el a képei. Egy fantasztikus festő. Senki nem foglalkozott vele, hogy ki a Farkas István. Most ez a lényege a műtárkereskedelmnek, ez a lényege a gyűjtőnek, hogy ilyen dolgok előkerülnek. És megőrizte, megvette, a bank gyűjteményében van, és bárhol Farkas István kiállításban az egyik legszebb képe. Zinger Advant, tulajdonképpen ők imakönyveket is adtak igen. ki, zsidó imakönyveket. Igen, 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 igen. Ez volt a fő csapásuk nekik, és nagyon sok könyvet még ezen Hogyne, kívül. Új idők lexikona például, azt ők csinálták meg. És hogy lehet egy ilyen művészt nem megtörténtét tekinteni? Tehát hogy lehet kiírni ezt? Én nem térjünk erre vissza, ezt én nem teljesen értem. Pedig ez történt. A Magyar Népköztársaság úgy döntött, hogy akkor ő nem volt, és kész. Az a Magyar Népköztársaság emberekből áll, figurákból áll. Az nincs olyan, hogy a Magyar Népköztársaság. Az emberekből tevődik össze. Egyes emberek vagy igazodásból, vagy félelemből nem fér be a szociálba. Ugye, hát most ezért ideális embert építünk, egy romhalmazon, mert azért Magyarországon egy a szocialista embertípust építették igen, akkor és, éppen. Igen, és a munkás, paraszt, ugye hát ahogy hívták magukat, proletár diktatúra volt. A proletár diktatúrában nem fér bele egy zsidó könyvkiadónak a magyarosított fia, aki Párizsba tanul a legjobb iskolában. Miért volt téma egyáltalán az, hogy zsidó? Elhangzott ez a szó? Nem. Nagyon sokáig nem. Évtizedeken keresztül nem volt téma. Senki, én nem, nagyon kevés embert ismertem, Raj Ferencet és ugye Rajer Péter, akik ezt hangosan vállalták, hogy ők zsidók. Én nagyon kevés, rengeteg embert ismertem, aki nem is vállalta, hogy ő az. És aztán egyszer csak ugye 90 után, akkor már de nagyon sok ember nem vállalta. Nem volt, ez tabu téma volt. Hát mióta? Ez a bankigazgató,
Aztán visszatérünk Auschwitzra, mert érdemes erről beszélni, meg hogy tudják meg az utódok, hogy mit éltünk túl, illetve honnét jöttünk. Honnét tudta a bankigazgató, hogy őt meg kell venni? Vagy ön segített? Hát az Erdély nem. Ez még Erdély Zsigmond Gábor egy művelt ember volt, egy jó családból származott, és pontosan tudta, hogy ezt meg kell venni. Tehát az egyetemeken lehetett? Tehát mindig vannak emberek. Mindig lehet számítani valakire, hogy azt előre visz valamit. Akik értenek a mecenatúrához, és értenek a művészethez. Meg fingerspitz. Hogy tudom, hogy ez egy, nem is, ő nem, nem hiszem, hogy ő nem követel azt, amit sok ember elkövet, azt a hibát, hogy hiszi, most ennyire megveszem, és akkor most mennyi, 10 év alatt ennyit ugrik, stb. Nem. Szerintem eszébe se jutott, hogy ez valaha sokat fog érni. Hanem úgy érezte, hogy erre vigyázni kell, ezt el kell tenni. Mit látunk ezen a képen? Ez egy régi kép, a címe, egy nagyon érdekes, nagyon misztikus, sötét, kicsit a halál jelenlétét érezzük, a fátyol. És amikor a képet nézem, és nem csak én, hanem sokan elemeztük ezt már, hogy kicsit olyan a kép, hogy mint Radnóti, aki egész életében a halállal volt, többször halált, többször meghalt, és többször... Mondjuk az, hogy központi témája volt. Abszolút, és megélte a halált. És ez a Farkas István is olyan, pedig ha belegondolunk, hogy egy dúsgazdag családból kikerülök Párizsba, egy vivőr, rengeteg pénzem van, lehetne ilyen, kedves, csillogó, villogó. Egy aranyi fiú. Gyönyörű nőkkel, mulatokkal. És a képei pedig mind ezt a szorongó, sötét, mintha érezte volna a saját tragédiáját. Ez egy nagyon érdekes. És a tragédia bekövetkezett. Igen. Ön egy szép napon férhez ment. Igen. Mindenki tudja, hogy ki a férje, de azért mesélje. Igen. Hát ez az életem. Én szerencsés ember vagyok. Igen, 1972-ben Jankovics Marcell elvett feleségül, és ez egy nagyon fontos dolog volt. Melokó Miklós azt mondta, hogy arra vigyázz, hogy azért, mert elvett feleségül, még nem a te birtokod. Ez volt a figyelmeztetés, hogy azért az embereknek tisztelni kell egymást, és egy házasságban az a fontos, hogy Pinyiczky János azt mondta, hogy a házasságban az ágy közös, de a párna nem. Egy nagyon fontos mondatok ezek, hogy a házasság az egy nem nyűg, az nem egy békjó, hanem az egy nagyon fontos dolog, és hát ezt 45 éve ugye tudjuk, hogy ez meghatározó és fontos. Azt mondja nekem, hogy most már fér is van, ugrunk egy nagyot, Jeruzsálemi Nemzetközi Könyvvásár, nagy pillanat, megismerjük egymást, hisz megérkezik a világ fővárosában, egy megillált Eszterrel, az Eszter sztorival. Hogy jött az ötlet? Ez Szántó Tibort és Molnár Magdát dicséri. Volt egy nagyon fontos időszak a könyvkiadásban, a faksimilék. Amikor Magyarországra is megérkeztek a Magyarországra faksimilék. Is de ez a világban is, ugye a gazdag ember, tiszteletre méltó és tisztelni való, akik ugye Rothschild, mert ugye ezt a Rothschildot azt emlegetni kell, mert ez egy közös élményünk, ők hozták ezt a Bibliát faksimilében. És Magyarországon is a technikai fejlődés megengedte, hogy a nyomdai technikai fejlődés, hogy tényleg hasonmásokat lehetett csinálni. És ez egy fontos dolog, és akkor a Magyar Tudományos Akadémia keleti gyűjteményében lévő 18. századi Eszter tekercsnek, ugye, ami ez a keleti gyűjteményben, vagy a keleti gyűjteményben igen. Van. Igen. Tehát nem a Kaufmann gyűjteményben. Hát a Kaufmann gyűjtemény egyik része. A keleti. Igen, így van. Szóval Kaufmann volt az egyik adományozó. Hát a keleti gyűjteménynek ugye sok adományozója, de a Kaufmann gyűjtemény a legnagyobb. És az a gerince akkor a keleti ez így gyűjteménye. Van. És ebből a, ez egy itáliai munka, és ebből a tekercsből 6 darab van a világon. És az egyik Magyar Tudományos Akadémia keleti gyűjteményében van. És akkor Szántó Tibor és Molnár Magda úgy döntöttek, hogy akkor ők megcsinálják ennek a hasonmást, és hát egy tekercset
tökéletes nyomdatechnikával összeragasztani, nem tudom, kár, Szánta nem tudjuk bevezetni. Egy tipográfus, egy nyomdai szakemberi Igen, Szabó egy Magda. Kiváló. Igen, és a Magda volt, a Molnár Magda volt a könyv, a Helikonnak az igazgatónője. Akinek politikai pályafutása is volt előtte, vagy rosszul tudom? A Központi Bizottságnak tagja volt. Akkor, amikor a Kádár beszéd volt, akkor ő ott ült. Oké, tehát akkor biztosítva volt az anyagi háttér a kiadónak. Igen, így van. És akkor ezt a tekercset, ugye mi, én a Széchenyi könyvkiadó voltam, és akkor mi menedzseltük, hogy ezt a tekercset kivéhettük Jeruzsálembe, és ott bemutathattuk, és ugye a közös emlékünk, hogy jött az akkori miniszterelnök úr, és mindenki csodálkozott, mert ugye volt a Rothschild Biblia, és volt a magyarok részéről az Eszter tekercs. És itt akkor ez egy nagyon, nagyon sikeres dolog volt. Keller úr, ugye, aki a Zsidó Világkongresszus kelet-európai elnöke volt, ő is ott volt, ő is elhozta ezt a csapatot, és ez egy nagyon sikeres könyvvásár volt, mert ugye a kis Magyarország jött egy ilyennel, és az egy nagyon érdekes történet, ugye, hogy ez is egy kedvesen közös emlékünk, hogy ugye a mi delegációnk megérkezett a Jeruzsálemi Múzeumba, ott volt ugye a hivatalos sajtótájékoztató, és akkor ugye mi beültünk egy taxival, mert hát azért Jeruzsálemet nem ismerjük olyan nagyon, és megérkeztünk, és akkor előttünk egy buszról leszállt egy vékony, elegáns úr, aki busszal jött, és hát az volt Mr. Rothschild. Mert ezek a Rothschild. Igen, és akkor mondtuk, hogy valószínű, hogy azért olyan gazdag a Rothschild, mert nem taxizik, hanem felül egy buszra és busszal jön. És hát ő is azért elismerően szólt, hogy azért Magyarország részéről ez egy nagy vállalkozás. De ez a durranás aztán folytatódott, hisz volt a következő kiadványok is. Hát azért igen, de azért sajnos ugye ennek vége volt. Ez aztán nem volt igaz. A Maimonides Kódex... Hosszú éveken keresztül minden házasulandó ismerősömnek ezt adományoztam, hisz egy magyarországi látogatásom alkalmával egy aluljáróba és egy könyvdiszkontba felfedeztem, hogy 75% kedvezménnyel árulták az Eszter tekercseket, és sikerült is közel 100 tekercset bevásárolnom. Úgyhogy nagyon sok ifjú pár mindig ezt kapta tőlem ajándékba, ez nagyon látványos volt, nagyon használatos, tehát jó igen. Az, hogyha egy családban van egy esztertek, és ez úgy dukál igen. Egy fiatal igen, párnak. Igen, és ez egy nagyon szép példány, ez az illusztrált példánya közül az egyik legszebb, ez az itáliai munka, tehát amiről készült ez a hasonmás kiadás. Tehát ez egy fontos dolog, ez a tudományos ismeretterjesztés, mert azt hiszem, hogy ez az a kategória. Hogy van egy ilyen példány, akkor abból ugye eljuthat az embereket. Szántó Tibor megcsinálta a képes krónikát is, tehát ezek fontos dolgok. Tehát volt a képes krónika, meg volt a Maimonikódex. Maimonikódex, az is nagyon fontos volt. Igen, ott a legszebb lapokat nem tudta az egészet teljesen faksimilével csinálni, de hát ezek nagyon fontos. Maimonikódexen eredetileg Sejber Sándor arabi képző igazgatója, megboldogult igazgatója foglalkozott, aki nekem rabbim és tanárom volt. És aki nagyon sokat tett azért, hogy Magyarországon a zsidó hagyományokról mindig beszélt, akkor is, amikor ugye ez nem volt téma, meg tabu téma volt. Pedig ő egy nagy aranykutató volt. Igen. És a sírján is egy Arany János idézet. És ezért, hogy a magyar irodalomban is ezeket a nyomokat kereste, tehát ő tudományosan foglalkozott azzal, hogy a magyar zsidóságnak mi a szerepe a magyar kultúrtörténetben. Utálom a statisztikát, de a legjobban idézett magyar professzor, veri a Cambridge-ieket is, a Sejber Sándor. Igen, el tudom képzelni. Igen. Sejber Sándor egy nagyon érdekes műsort sikerült készítenem a 100. születésnapjára kvázi, ahol a fent említett Magyar Baráti Társaság elnöke is a vendégem volt, Bolobás Enikő, tehát a régi nagy tisztelők, és nagyon sok rabbi jelölt, akik azóta már rabbiká váltak, vagy Erdei Grünwald Mihály, aki úgy szintén egy könyvkiadó és egy gondolkodó ember lett. Sokat tett ő a magyar kultúráért. Igen. És amit érdemes elmondani nézőinknek, hogy újból hangsúlyozni, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának a gyűjteményébe
egy olyan tárgy, amiből öt van a világon, aminek magyar vonatkozás azon kívül, hogy itt van a gyűjteményben, és hogy a magyar zsidók is ugyanilyet használnak, semmi nincs, megjelenik a világpiacon egy ilyen faksimiliével, amit egy keresett cikk külföldön, nem itthon, de gondolom, hogy itthon már elfogytak. Persze, hogy elfogytak, és azért ne felejtsük el, mondom, hogy ez a 80-as évek, ugye ez a 80-as évek vége volt, tehát amikor még Magyarországon tényleg tabu témák voltak. Zsidó téma is tabu volt. Azt mondja nekem, és a következő kiadás, ami úgy szintén faksimile volt, úgy szintén, ha jól emlékszem, ön gondozta, az áldások, egy imakönyv faksimile volt. Igen. Hát, de azt hiszem, hogy az csak egy terv volt, az sajnos nem valósulhatott meg. Azt mondja meg nekem, hogy és akkor jött a bank. Igen, jött a bank szerencsémre, és akkor a bankban, mondom, ezek a nagyon művelt és nyitott emberek, mint Erdély Zsigmond Gábor, Erdély Tamás. Ez hányban van? Ez 92. 92. És akkortól ugye volt egy érdekes időszak, hogy tulajdonosváltáson ment keresztül ugye a magyar társadalom, előkerültek lappangó képek, amik ott porosodtak a falon, nem tudták, hogy ki. Mi egy barátnőmnél vasszari képek alatt bridgeztünk. És aztán, amikor rájött arra, hogy azért nem kell egy 50 milliós kép alatt ülni, mert a gyereknek lehet házat venni, akkor eladta. De hát amikor még ott bridgeztünk a 80-as években, senki nem tudta, hogy azból házat lehet venni. Hát mondjuk a 80-as években nem az egész magyar társadalom bridgelt, a társadalom inkább kanasztázott, meg útizott, de aki bridgelt, azért azt tudta, hogy egy vasszari alatt ül, és azt is tudta, hogy ki vasszari. Jó, csak nem ért annyit még. Csak azért mondom, hogy a 90-es évek egy nagy váltást hozott, hogy az emberek eladták azokat a képeket, mert látták, hogy ennyi pénzt kapnak érte. És akkor jött egy gyűjtőkör, és akkor ezek természetesen ugye a gazdag emberek közül, akinek volt affinitása, akinek volt műveltsége, aki otthonról talán kapott valamit, és tudta, hogy ez egy fontos dolog. És ezt a banknak akkor az volt a szlogenje, hogy értéket őrzünk, értéket teremtünk, és ez oda tartozott, hogy olyan tárgyakat vettünk meg, Barabás Miklósokat, mi csak magyarokat vettünk, és Farkas István, mint mondom, Mednyánszky László, a galiciai zsidó egyik legszebb képe, most a Műcsarnokban látható az első Aranykor című kiállításon. Érdemes megnézni egy 2 méteres csodaszép kép. Beszéltünk itt a műsorban már róla, hisz a Műcsarnoknak a 120 éves évfordulója. Társadalmi kapcsolatokért felelős, nem tudom én, ki volt itt nálunk. Kommunikációs vezetője, most már megmondhatom, hogy vérig sértődtem, mert nem hagyta itt a katalógus szenzációs. Igen. Ő nem tudja, hogy ezt úgy illik, ha elmegyünk, hogy akkor ott is hagyjuk. Na, üssek kő, majd veszek magamnak egyet belőle, de az annyira nem jól sikerült nyomdai technikában, hogy ilyen sok pénzt adjak érte, mint amennyibe kerül. A banknak nagyon jó katalógusai is vannak a képeiről. Hogy fogja ezt kibírni, hogy nem foglalkozik többet ezzel a gyűjteménnyel? Hát az élet olyan, hogy el kell engedni dolgokat, mert nem lehet belesülni, és tudomásul kell venni. Egy másik nemzedék jött, más gondolkodás, más célokkal. Az ember akkor nem fér bele, és ez nem baj. Majd ők megcsinálják a maguk világát úgy, ahogy mi megcsinálhattuk. És azért nagyon hálás vagyok, hogy mi olyan időszakban éltünk, hogy a jeruzsálemi könyvvásáron részt vehettünk, igaz? Amikor mi első fecskék. Igen, így van. És amikor mi Genfben kimentünk egy könyvvásárra, akkor a televízió örjöngött, hogy milyen borzasztó 27 ezer látogató volt. És a Palexpo-ban volt, ahol egyébként az autókat szokták kiállítani, tehát egy nagy kiállítás volt, és ugye Jeruzsálemben 500 ezer fizetett látogató volt. A könyvüdében. A könyv, így van. Úgyhogy az, hogy mi oda természetesen lehetünk. Mi támogatjuk az autószalonokat is, jöjjenek és édesenek nálunk, abból él a világ, de azért nem állt a könyvekkel is foglalkozni. Na de nem döbbenetes, hogy és akkor mi kimehettünk a jeruzsálemi könyvvásárra. Azért ezek nagyon nagy élmények, nem tudom, hogy a következő nemzedéknek lesznek-e akkora élményei. A jeruzsálemi könyvvásár az tovább fog élni, aztán, hogy lesznek-e magyar résztvevők, vagy nem, azt a jó Isten tudja.
Mivel fog foglalkozni? Hogyan tovább? A Nemzetek Háza, ezt mondom, ez egy nagyon jól működő társadalmi szervezet, 26 baráti társaság működik, és a kínai ez is egy kézzelfogható dolog, a Nemzetek Háza? Igen, ez egy bejegyzett civil szervezet, ez egy ernyő szervezet. Tehát mi azért vagyunk a Bajza utcában, hogy ott ez a 25 baráti társaság, akik tagjaink, ott működnek, ott adják az eseményeiket, és bejegyzett civil szervezet vagyunk. Másodszor szakítom meg, Kína. Igen. Mi történik Kínával? Van kínai magyar baráti társaság? Van, és kiváló. Akkor is működött a magyar-kínai baráti társaság, amikor a politika nem szerette. Akkor itt volt a kínai államelnök, akkor Horn Gyula és Göncz Árpád nem értek rá fogadni. Na most, amikor egy Kínából eljön egy delegáció, különösen egy elnök, az ugye ránéz a térképre, azt mondja, Budapest, Bécs, Pozsony. Most az, hogy közben péntek délután van, szombat, vasárnap van, hát az onnan Kínából nem látszik, mert Kínában ugye dolgozunk szombaton is. És akkor ide megérkezik pénteken. És akkor szombat, vasárnap ugye, hát na de hát nincs senki. Hát mi? És akkor a Magyar-Kínai Baráti Társaság, Tálas Barna volt az elnöke, utaztatta a kínai elnököt Balaton megmutatva, hogy teljen az idő, és hogy a hétfő reggeli találkozóig valamivel kitöltsük. Tehát ezek a baráti társaságok a diplomácia, kulturális diplomáciával mindig életben tartották azt a kapcsolatot, amit egyébként a politika éppen félretett. És amikor a kínai barátkozás megtörtént, akkor azért erre épült, hogy Magyarországon igenis mindig nagyon jók voltak a magyar-kínai kapcsolatok. Nagyon jók voltak a magyar-iráni kapcsolatok, holott ugye politikai szinten ez egyáltalán nem működött. És mi akkor is a követségekkel, meg kulturális intézményekkel kapcsolatban voltunk, és életben tartottuk. A magyar-orosz baráti társaság. Ugye 300, nem tudom én, 30 ezer, vagy nem tudom hány tagja volt ugye a hőskorszakban, amire jöttek a változások, és orosz társaság lett, addigra szem 300-an voltak. Tehát csak az a kemény maga, aki komolyan vette azt, hogy az orosz kapcsolatok, és azt is a Nemzetek Háza tartotta életben, akkor, amikor ugye Horn Gyula és Kovács László nem mentek ki Moszkvába. Tehát nem voltak, egyáltalán nem volt kapcsolat. A Nemzetek Háza, Magyar-Orosz Baráti Társaság működött, eseményeket csinált, és tartotta a kapcsolatot. Tehát ez egy kulturális diplomácia, amit a Nemzetek Háza, a vietnámi társaság... Ez nem konkurenciája tulajdonképpen az Oktatási Minisztérium és a Külügyminisztérium által... Hát ők politikai, ugye? Ők mindig politikában. Külföldi magyar intézetek ernyőszervezetek. Nem, csak segítik. Csak segítik. Nem, ez egyáltalán nem. Ugorjunk vissza Kínára, hisz Kína a szívügyem, a fiam több mint 5 évet töltött igen. Pekingbe, és ma ő az egyik tanfelügyelő, és most épp a nagy doktoriát írja a kínai beszédhibások agytekervényének működéséből. Milyenek a mai kulturális kapcsolataink Kínával? Azon kívül, hogy ugye tudjuk, hogy Kína úgy döntött, hogy nem Made in Taiwan a világ, igen. Meg nem Made in Kína, hanem valami egész más, és javítják az imidzset, és nagyon sok pénzt költenek arra, hogy mindenki megtanulja ezt a nyelvet, különböző Konfucius intézetekben világszerte. Magyarországon is több van, nem csak egy. Majdnem minden nagyvárosban van egy Konfucius intézmény. Hát ez az, amikor valakik eldöntik, hogy visszük a hírünket, és akkor pénzt áldoznak, intézeteket alapítanak, és akkor van érdeklődés. Ilyen volt a régi Magyarország is, amikor az első magyar intézeteket megalapították. Ez, amikor a Klebelsberg megcsinálta a római, moszkvai, londoni és bécsi magyar intézetet. Ez így van. És azóta is abból élünk, hogy ezt annak hogy ezek... idején ő létrehozta. Igen, igen, igen. Ezek nagyon fontos pillanatok. És Abanovák, és Patkó Károly, és Nemesai Kontuli Béla, ugye a római iskolások, a Klebelsberg ösztöndíjjal kerültek ki Rómába, és meghatározták a magyar művészet történetet. Nos, a Kína azért nagyon fontos is, és ez egy érdekes történet, hogy minisztériumokról volt szó. A minisztérium megkeresett minket, hogy meg tudnánk csinálni egy magyar, egy közép-kelet-európa-kína irodalmi fórumot.
Most, hogy miért, milyen a szerepe egy ilyen kis kulturális diplomáciai testületnek, mint a Nemzetek Háza, ezen belül a Magyar-Kínai Baráti Társaság. Ezt az eseményt mi szervezhettük meg a minisztérium megbízásából, mert ők nem tudnak ennyi embert és ilyeneket mozgatni, mi tudunk. Nagyon érdekes, ugye Kínából nézve itt van ez a Közép-Kelet-Európa. Hát ez egy ilyen tartomány. És akkor Kína úgy gondolt, igen, még az se, igen. És akkor arra gondolt, hogy Kína úgy fogalmazta meg, hogy Kína és Közép-Kelet-Európa. És ez is a hivatalos neve. Különböző témákban események zajlanak, most ősszel volt Rigában, talán emlékeznek a televíziónézők, és júniusban lesz Magyarországon. Na most, amikor az ember megkapja ezt a feladatot, hogy Közép-Kelet-Európa és Kína, nagyon szép feladat. Mi lesz júniusban ez Magyarországon? Ez a Közép-Kelet-Európa-Kína politikai tanácskozás. Most ennek ugye van kereskedelmi, egyéb, de ez a kulturális része, ez az irodalmi fórum. És azzal szembesültünk, hogy ez 16 nyelv. Ez 16 irodalom. Tehát itt ez most Közép-Kelet-Európa és Kína, itt nagyon érdekes az eltolódás, ugye, hogy hány résztvevő van erről az oldalról, és innen csak egy. És ezeket összehoztuk úgy, hogy a montenegróiak, mind a 16, mert ugye ezek most már kis államok, hát Jugoszlávia, ő maga már nagyon sok kis állam. Osztodással szaporodott. Igen, és hogy sok kis nyelv, sok kis irodalom. És mindenki eljött. És ezek mind együtt voltak. A Szőcs Géza mondta nagyon jól, hogy ha nincsenek a kínaiak, akkor mi itt 16-an nem ülünk együtt. Ez egy érdekes pillanat volt. Most ennek a kötetnek a szerkesztésében, mondjuk a Magyar-Kínai Baráti Társaságnak az elnökasszony, a Zombori Klárával szerveztük meg ezt az egészet. És ez egy nagyon fontos dolog, és júniusban lesz, mondom, ez az újabb tanácskozás, és szeretnénk, hogyha ezt a kötetet odaadhatnánk ajándékba. A kínaiaknak nagyon fontos a kultúra. Ők, ahogy Hámori József és férjem Jankó és Marcell ezt szokta elemezni, ugye, hogy van a jobb és van a bal félteke, és a jobb féltekét valaki nem használja, tehát a művészeté, akkor az a másik féltekének is a csökkentett felhasználását fogja eredményezni. És Kínában ugye minden gyereknek a sarkon van egy zeneoktatása, rajzolnak. Hát eleve az, hogy gyönyörűen rajzolják az írásukat, ugye nem írnak, hanem rajzolnak. Tehát egészen más a művészethez való viszonyuk. Viszont úgy tűnik, hogy ez a fejlett művészethez való vonzódás, ez segíti a másikat a racionális oldalnak a kiteljesedését. És ez egy fontos dolog, mert azt mondják, hogy senki ilyen mértékben és ilyen arányban nem tudott alkalmazkodni ez a modern világhoz, mint Kína. A kínai ember, aki ugye hát borzó szegénységben él, és néhány évtized alatt a felhőkarcolókat építi, és ők csinálják, és nem egyszerűen átveszik a... Ez a kétféltekes nevelésnek köszönhető? Ez azt mondják, hogy igen. Meg fog lepődni, tudja, hogy mi ezzel, mivel járunk mindenhez hozzá? Egyetlen olyan televízió Magyarországon, aki kínaiul is híreket mond. Nagyon fontos. Kínaiul is híreket mondunk, természetesen még héberül is, és angolul, németül, franciául. Igen. De oroszul kínaiul, nem. Oroszul nem, mert nem könnyű olyan anyanyelvi szinten beszélő orosz találni, aki... A mi kereteinknek ez egy zsidó közösségi televízió, nekünk mindenünk van, csak pénzünk nincs, és a kínait is csak azért tudjuk megcsinálni, mert a szívügyünk, de gondolkodtunk azon is, hogy legyen orosz, egyszerűen nem fért bele a keretbe. De hát rengeteg világhírű zsidónak orosz gyökerei vannak, vagy oroszországi gyökerei vannak, nem orosz, oroszországi. Oroszországi gyökerei, mi ezt elhisszük, de meg kell teremtsük. Igen. Majd megnézzük, körülnézzük az Európai Unió, vagy valaki akarja támogatni a mi idegen nyelvű híradónkat, amivel minden nap jelentkezünk. Azt mondja nekem, hogy, és ez egy életcél, tehát most akkor amíg él, csak ezzel fog foglalkozni? Igen, igen. Ez nagyon, nagyon. Most egy másik nagyon fontos kiállítást tervezünk a Magyar Tudományos Akadémia keleti gyűjteményével, egy kaligráfia kiállítást.
ami ugye megint egy nagyon fontos orientalisztikában. Ugye nem csak a kínaiak, japánok, hanem az arab írást használó népek is ugye csodálatos kaligráfiát, művészetet hoztak létre. Igen, ez nagyon klassz, amikor az ember Jeruzsálembe sétál, és az utcák neve gyönyörűen ki van írva. Gyönyörű. És ezt a keleti gyűjteménynek gyönyörű kéziratai vannak. Tehát ezeknek a felhasználásával hát készülünk egy, tehát azért ez egy nagyon érdekes dolog. Mennyien tanulnak ma az egyetemen ezeken a tanszékeken? Én úgy tudom, hogy azért annyian, amennyien meg fognak tudni belőle élni, nem többen, és egyszer érdekes, hogy a Váncsa István írta egy cikket, hogy igen, más ember az, nem tudom miért pont a perzsát választotta, de aki megtanul perzsául, és hogyha még nem is azzal foglalkozik, de azért van affinitása ez a világhoz, az más ember lesz. És ebben teljesen igaza van, hogyha amikor én jártam egyetemre, akkor a keletről ugye nagyon keveset tudtak az emberek. Azért csak megtanult perzsául. Igen, de mai napig azt hiszik, hogy a perzsák arab nép, mert hogy arab írásra hát érnek. Azért nagyon műveletlennek kell lenni, hogy az ember nem tud különbséget tenni. Na, azért a perzsák. Ez két nagyon különböző. Igen. Két külön világ. De még sokan azt hiszik. Akkor mi segítünk nekik. Igen. Éva, én arra kérem magát, hogy sűrűbben látogasson meg minket. Először is meg minket ez a Nemzetek Háza nagyon érdekel. Meg valamikor volt a TIT, a Tudományos Ismeretterjesztés, ahova imádtunk eljárni, hülye kérdéseket föltenni az előadónak, amikor természetesen nem tudott provokatív kérdéseinkre válaszolni, mi helyette megválaszoltuk, aztán utána kicsit börtönre ítéltek minket, meg mindenféle hasonlókra. Én mondjuk ezt megúsztam, mert diszidáltam. Kétségbe tudtunk, tehát érdekes kérdéseket tudtunk föltenni, érdekes módon. Igen, mert akkor tabuk voltak. Nem lehetett dolgokhoz hozzáférni. De igen. Ma már nincsenek tabuk, és szerintem a tittet föl kell ébreszteni. Igen. És meg kell tanulni eszperantóul is, pedig a nyelvészek nem szeretik az eszperantót, mert azt mondják, hogy ez egy ilyen nagyon műanyag nyelv. Én meg azt mondom, hogy nagyon izgalmas volt, én több helyen a világban boldogultam annak idején az eszperantóval. Kár, hogy nem folytattam tovább, mert... De az Esperanto Társaság nagyon jól működik, csak úgy mondom. Hát igen. Nemzetközi szinten is, meg itt Magyarországon is. Az is a Nemzetek Háza égiszavar? Sokáig nálunk voltak, aztán önállósodtak, ahogy gondolom, hogy anyagilag biztosabb helyre kerültek, akkor már önállósodtak, de nagyon sokáig nálunk Milyen voltak. Politikai háttere van, mert hogyha azt mondjuk, hogy Nemzetek Háza, akkor az embernek a kis agyfeltekébe azt mondja, hogy hát akkor ez valamilyen politikai vonulathoz tartozik ez? Egyáltalán nem. 89-ben jelent meg az egyesülési törvény, ami lehetővé tette, hogy önálló kezdeményezésekre társadalmi szervezetek alakulhattak. És a Nemzetek Háza akkor alakult. Ennek az a története, hogy a Magyar-Szovjet Baráti Társaság ugye feloszlott, ő szerette volna, hogyha valamilyen utóda lenne, és akkor a Magyar-Orosz Társaság lett az utóda, és akkor összeállt 22 darab társaság, Szent Ágotai János vezetésével a Magyar-Osztrák Baráti Társaság, csak úgy mondom, és megalapították a Nemzetek Házát. Örmény Társaság, Azeri Társaság, Kazak Társaság. Tehát akik ugye Szovjetunióban éltek, ugye, volt tagállamai, és akkor ezek a baráti társaság alapították meg a Nemzetek Házát, tehát semmiféle politika nem volt benne. Sőt, egy ilyen teljesen, lehet, hogy Nemzetek Háza, hogy ilyen rossz, mert hát végül is ugye a Népfront volt az egyik támogatója Pozsgaival az élén. Ezért. De a Pozsgai például a Magyar Finn Társaságot alapította meg, és sokáig ő volt az elnöke. Tehát ez egy, de nem, ez lazító volt. Ezeknek nem a politikusoknak úgy látszik hobbiaik is voltak. Igen. Ő neki különösen, ő nagyon szerette a finneket, és nagyon jó kapcsolatban volt velük. Tehát ma ez a társaság, illetve ez a Nemzetek Háza, ez pezseg. Ez a 25 társaság, ez az átlag aktív. Életkor mennyi? Az sajnos magas. Ez sajnos így van. De én ezt azért mentségül mondom a fiataloknak, hogy az ő érdeklődési körük most a család.
most fel kell nevelni a gyerekeket, most ezzel foglalkozni, majd 40 és 50 fölött, amikor ráérnek, akkor kezdenek majd ezzel foglalkozni. Volt még egy fontos dolog a Nemzetek Háza életében, például az Algériai Társaság úgy alakult, hogy Algériában kint dolgozók csináltak egy társaságot. Tehát egymásnak vetítenek és kiállításokat rendeznek, mert ők kint dolgoztak. Na most ez is... Majd meg lesz a következő nemzedéknek is az ilyen együtt eltöltött időszaknak az emlékére. Ha én Ózd mellett egy faluba élek, és nézem a Heti TV 7 órás vendégcímű adását, és azt mondom, hogy én aktívan szeretnék részt venni a Nemzedek Házának a különböző rendezvényein, hogy csinálom ezt? Hát sajnos fel kell jönni Budapestre, mert mi nálunk vidéki szervezeteink voltak, de azok már önállósodtak, és külön. Volt időszak, amikor 78 tagja volt a Nemzetek Házának, hogy életképesek voltak ezek a társaság, azt mutatja, hogy valahol még élnek. Az Örmény Társaság és az Azeri Társaság egymás mellett ült a Nemzetek Háza asztalánál, amikor lőttek, ugye? Az nem és semmi. Igen. És az Örmény Társaság, hogy aktívan is szorosan működött együtt, kis szervezetként, ennek köszönhette, hogy van ma nemzetiségi képviseletük a fővárosi önkormányzatnál. Az a társaság, aki itt évtizedeken keresztül összetartóan működött, eljutottak oda, hogy nemzetiségnek számítanak, és képviseletük van. Hát szóval ezek eredmények. Ezek komoly eredmények. Ezek komoly eredmények. Milyen internetes elérhetőségek vannak? Hát a Nemzetek Háza nem csinált sem honlapot, sem, mert majdnem minden baráti társaságnak van saját honlapja. Világos. Most az, hogy a Nemzetek Háza is csináljon egyet, az annak semmi értelme. Úgyhogy akár a magyar irányt, akár a magyar kínait, ezeket mind el lehet érni az interneten. És lehet jelentkezni, lehet részt venni? Lehet jelentkezni, igen. Azért mi próbálkozunk valamiféle szűrőt, tehát azért két ajánlónak kell lenni ahhoz, hogy valaki taggá válhasson egy társaságban. Ez természetes. Ez majdnem természetes. Ez majdnem természetes. Így van ez jobb klubokban. Igen. És most ne említsem a klubok nevét. Kedves nézőim, percek vannak hátra a mai 7 órás vendég című műsorokban. Most arra kérem Lubovszky Évát, hogy használja ki a lehetőséget. Ingyen és bérmentve, nem a reklám helye. Kívánjon mindenféle jót, vagy ami eszébe jut, és három tömondatba mondja el a nézőknek, hogy miért fontos, hogy legyen Nemzetek Háza. Ima a kamerája. Azért fontos, mert a kultúra, azt, ha a kultúrát megfogalmazunk, azt mondjuk, hogy mindaz, amit mi tudunk, amit mi kaptunk, aznak az átadásának a formája, a kultúra. Ezért olyan sokszínű, ezért tartozik hozzá a művészetek, ugyanúgy, mint az oktatás, a sport, stb. Tehát átadjuk azt, amit mi kaptunk és tudunk. És ez a folytonosság, ez a folyamatosság a legfontosabb. Ugye a zsidók azt mondják, hogy mondd el fiadnak. És igenis mindig mindent el kell mondani. Igenis nyitottnak kell lennünk, ismernünk kell más népeket, más kultúrát, és aktívan részt venni, és velük közösen csinálni, mert Babics azt mondta, hogy egy világ akkor színes, hogyha mindenki hozzáteszi a saját, minden család hozzáteszi a saját történelmét, minden nép, minden nemzet hozzáteszi a saját kultúráját. És ezt tartom a legfontosabbnak, mert ez viszi előre a világot, nincs múlt nélkül jövő. A ma az nem létezik. Hogy József Attila mondja, is megmondta, hogy... Igen, csak ami volt, annak van bokra. Ami lesz, az a virág. És ami van, széthúld a labokra. Tehát nem szabad a mával foglalkozni. Kedves nézőim, az elmúlt órában Lubovszky Éva, a bölcsész, a Nemzetek Háza szervezetének az elnöke volt vendégünk, akit visszavárunk, és továbbra is figyeljék műsorainkat. Most híradó, és tartsanak tovább velünk. A viszontlátásra. És nem is fáradtunk el.